Horváth Zoltán interjúja a bosnyák piramisok felfedezőjével, Szemír Oszmanagics régésszel. Ezúttal egy interjú összefoglalására fogok kitérni, amelyet Horváth Zoli 2010-ben készített a boszniai piramisok feltárását irányító Szemír Oszmanagics-sal. Így első kézből értesülhetsz a felfedező álláspontjáról és az ásatások eredményeiről. Zoli. Itt ülök Szemírrel, a boszniai piramisok feltárójával, illetve az ásatások vezetőjével. Első kérdésem, hogy szerinte van-e valamilyen összefüggés a piramisépítő kultúrák között? Az egyiptomi, a maja és a boszniai piramisépítő kultúrák között. Szemír. Lényegében van kapcsolat, de az visszanyúlik arra az első civilizációra, amelyik a piramisokat kitalálta és építeni kezdte. Zoli. Ezzel az atlantiszi kultúrára gondol? Sokan vélik úgy a piramis kutatók közül, hogy az első kultúra Atlantis volt, és az ő tudásuk szállt aztán át, Hermész vagy más néven Thoth félisten segítségével Egyiptomra, illetve a közép-amerikai kultúrákra, és feltehetően ide is. Szemír. Sokkal öregebb az emberiség, mint ahogy bárki azt feltételezné. Sokkal öregebb annál a 7000 évnél, mint amit állítanak róla, amely a sumérokkal és a babiloniakkal kezdődött. A japán víz alatti városok is sokkal öregebbek. Törökország egyes városai szintén öregebbek, több mint 30000 évesek. A mexikói és a perui civilizáció is sokkal öregebb. A boszniai alagútrendszer pedig jóval idősebb a sumér városoktól. Ez az egész Boszniában található komplexum azt igazolja, illetve bizonyítja, hogy milyen mélyre nyúlik vissza a múltba az emberiség történelme. Zoli. Ez egy olyan civilizáció volt, amely az energiákra épült, tehát a föld energiáját használó civilizáció építhette a boszniai komplexumot? Szemír. A piramisokról tudjuk, hogy energiákat generálnak és vonzanak. Vélhetően a piramisépítők is tudtak ezekről az energiákról. Amikor a nappiramis feltárásán dolgoztunk, felfedeztük, hogy a piramis belsejében biztosan keletkezik valami fajta energia, amely a csúcsán áramlik ki. A következő felfedezés az volt, hogy magán a piramison belül körbe-körbe jár egy másik fajta energia. Ezen felül pedig megfigyeltük, hogy az energia hullámokban tör ki, és terjed szét a piramisból, és teljesen körbefogja a piramist. Ez az energia nagy hatást gyakorol a mezőgazdaságra, a földekre és az emberekre is. Ezt a tudást a piramisépítők nyilvánvalóan valahonnan megörökölték, és mi éppen ezt próbáljuk meg feltárni. Zoli. Úgy tudom, hogy tavaly volt itt egy nemzetközi tudós konferencia. Mi volt a szakértők állásfoglalása a boszniai piramisokkal kapcsolatban? Szemír. 55 tudós érkezett ide 13 országból, köztük 20 híres egyiptológus, ezen felül volt köztük geológus és archeológus is. Szaúd-Arábiából és Kínából például érkeztek vezető archeológusok, Oroszországból geofizikusok jöttek. A lengyel kutatók pedig radiokarbonos vizsgálatokat végeztek. Mindegyikük egyetértett abban, hogy a boszniai piramisok a történelem előtti korból származnak. Zoli. A tudósok elfogadják, hogy ez nem hegy, hanem piramis? Szemír. Abban teljes a konszenzus, hogy egy olyan történelem előtti archeológiai komplexum található itt Viszokóban, ami feltárásra vár. Egyelőre több a kérdés, mint a válasz. Mivel elég sok tudós konzervatív, ezért több bizonyítékot akarnak. Mi bebizonyítottuk, hogy a nappiramis köveit öntési eljárással készítették. Ezzel tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy ez volt az első beton a Földön. Ugyanakkor megállapítottuk, hogy ezek eddig a legnagyobb piramisok a Földön. Továbbá az alattuk található alagútrendszer szintén párját ritkító régészeti leletnek számít. Sőt, mi több, a legrégebbi írást is itt találták meg. Tehát lényegében arról van szó, hogy a Balkán szívében egy archaikus csodát tárunk fel. Nem lepődtünk meg azon sem, hogy nagyon sok magyar látogat el hozzánk, mivel sokan úgy érzik, hogy ezzel a kultúrával állnak kapcsolatban. Nem csupán a magyar rovásírás miatt, hanem mert itt egy ritka épületegyüttes található. Várjuk a magyarokat szeretettel. Zoli. Mielőtt felfedezték volna itt a piramisokat, és nagyobb publicitást kaptak volna a világsajtóban, a helybélieknek volt fogalmuk arról, hogy hol élnek? Szemír. Soha senki nem gondolta volna, hogy kézzel készült építmények bújnak meg a gigászi dombok alatt. Legtöbben csupán érdekes geometriai alakzattal rendelkező, természetes hegyeknek gondolták őket.
A múlt évszázadban kezdték emlegetni, hogy talán nem természetes képződményekről lehet szó. Mi személy szerint a piramisok korát több ezer évre becsüljük, az alagutakét pedig több tízezer évre vezetjük vissza a múltba. Ezzel gyakorlatilag újraírjuk az európai és a világ történelmet. Zoli, azok az emberek, akik történelmet írnak, híresnek számítanak. Így Szemér is híres, hiszen vele kapcsolatban még városi legendák is keringenek. Egyik ilyen legenda, hogy Szemér családi örökségként kapta az egyik piramist, mert hogy korábban apja már felfedezte azt, de csak most érkezett el az idő, amikor már lehet róla beszélni. Igaz ez? Szemír. Az édesapám valóban egy elismert professzor volt. Amikor 4 évvel ezelőtt először említettem apámnak, hogy itt piramisok vannak, akkor nem hitt nekem. Csak évek múltán kezdett el azon gondolkozni, hogy mit is mond a fia. Ő egy régi vágású tudós, akinek a világképében nincs helye a piramisoknak Európában. Hitetlen volt. De mivel az egész világot bejártam és láttam piramisokat Peruban, Bolíviában, Hondurasban, Kínában, tudtam, hogy mindenfelé építettek piramist. Amikor láttam a nappiramis geometriáját, a 4 egyenlő oldalú háromszöget és az északi tájolást, akkor már biztosan tudtam, hogy ezt emberi kéz alkotta. Viszont édesapám soha nem foglalkozott a piramisokkal. Eleinte nem is hitt nekem, de most ő a legnagyobb hírvívője az ügyemnek. Nagyon jó érzés, amikor egy tudóst a saját oldaladra tudsz állítani. Zoli. Egyébként sok nehézséggel kell szembenézned? Szemír. Amikor egy új ideológia születik, akkor mindig nagy az ellenállás. Ha pedig a történelmet kívánjuk megváltoztatni, akkor még erőteljesebb az ellenállás. Kardoskodás tapasztalható a boszniai régészek, a horvátok, általában az európaiak és az amerikaiak részéről egyaránt. De amelyik tudós ellátogatott ide, az támogat bennünket. Viszont akik nem jöttek el, azok ellenségesen nyilatkoznak. Az a baj, hogy sok befolyásos tudós nem látogat el személyesen a helyszínre. Nem adnak engedélyt, nem adnak pénzt, és nem adnak arra lehetőséget sem, hogy nagyobb szervezetekkel, mint például az UNESCO-val kapcsolatba léphessünk. Amit idáig feltártunk, abból azt szűrjük le, hogy voltak éppen mi már győztünk. Ez az elmúlt 100 év legnagyobb felfedezése, amely meg fogja változtatni az emberek gondolkodását. Mert hogy az emberi civilizáció több tízezer éves. Jól lehet, minden civilizáció átment bizonyos katasztrófákon. Sajnos korunk szellemjelítje nem engedi az igazság előretörését, ezért sok akadállyal küszködünk. Zoli. Reméljük, ez az interjú segít majd abban, hogy az emberek megtudhassák, milyen horderejű ügyről van itt szó. Szemír. A televízió azért is nagyon fontos, hogy az emberek láthassák a konkrét bizonyítékokat. Itt Boszniában az a kérdés, hogy hisznek-e benne az emberek, vagy sem. Nem az a kérdés, hogy spirituálisan hisznek-e abban, ami nem látható, mert ez látható. Itt át lehet menni az alagutakon. Felmehetünk a piramisokra, és messziről látszik, hogy ezek piramisok. Ez nem a spirituális dimenzióban van, hanem a fizikaiban. Ám de ahhoz, hogy megmagyarázzuk a piramisok lényegét, használnunk kell mind a spirituális, mind a fizikai dimenziókat. Ezekkel együttesen lehet csak megérteni azokat az energiákat, amelyeket a piramisok sugároznak. Azok az emberek, akik közelebb állnak a spiritualitáshoz, nagyon sok pozitív energiát érezhetnek a nappiramisban. Ezek férfias, maszkulin energiák, míg a nőies, feminin energiák a holdpiramisban találhatók. A holdpiramisból valóságos energiagyűrűk jönnek ki, de az alagutak is helyenként erős energiákat sugároznak. Bizonyos megalit tömbök éppen ilyen energiahelyeken fekszenek, tehát valójában mind a fizikai, mind a spirituális feltárást el kellene végezni a boszniai piramisokban. Zoli, tökéletes végszó volt. Köszönöm szépen az interjút. Előadásaimról, könyveimről, a különféle istentiszteletekről, utazásokról és egyéb programokról a napvallas.hu oldal esemény naptárjából tájékozódhatsz. További érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György, valamint az Igazságkereső című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallas.hu és a boldognapot.hu honlapjaimra is, amelyek saját Facebook oldallal is rendelkeznek. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!